A menet tagjaihoz szeretnék fordulni. Itt vagytok? Itt vannak? Menet tagjai? Szeretnék feltenni egy kérdést. Bárki a menet tagjai közül úgy érzi-e, hogy az MSZP kihasználja a kampány céljaira? Köszönöm szépen! Ez a válasz a nagyobbik kormánypárt felvetésére, mely szerint csak azért indulnak ezek az éhségmenetek országszerte, mert az MSZP kihasználja a szegény sorsú embereket kampány céljaira. Köszönöm szépen, ezzel meg is válaszoltuk a legnagyobb kormánypártnak a felvetését. Ebben a régióban, a Dél-Dunántúlon, nem tudom mennyien tudják, egy kaposvármi ember keres munkát. 2012 év végén 68.895 ember keresett munkát. Ebből Somogyban 25.682-en. Ez a munkavállalási korú népességnek a 11,9%-a. Az országos mutató 8,6%. Egyébként ez a 25.682 fő 5,7%-kal magasabb, mint egy évvel korábban. Tehát kijelenthetjük, hogy ebben a régióban egyáltalán nem javulnak, sőt, romlanak a munkaügyi mutatók. Néhány nappal ezelőtt megjelent a sajtóban a hír, hogy Kaposvárról, Somogy megyéből is indul éhségmenet Budapestre. Akkor az egyik kommentelő a legnagyobb megyei hírportálon azt írta, hogy de vajon mi ellen, vagy mi mellett menetel ez az éhségmenet? Én azt gondolom, hogy vannak olyan célok, ami mellett ez az éhségmenet le tudja tenni a voksát. A közmunkás szakszervezet volt az, aki közzétette a felhívását, és amihez az MSZP Kaposvári megyei szervezete csatlakozott. Ebben nagyon jól megfogható célok vannak. Többek között például az, hogy a közmunkáért járó havi bér ne 49.000 forint legyen, hanem legalább 60.200 forint, ami 2010-ben volt. És hogy ezt a bért ne hetente, hanem havonta fizessék. Természetesen lehet azt mondani, hogy ez a menet valami ellen tüntet is. Mert hogy ki akarja fejezni azt, hogy nincs rendjén, hogy ebben az országban ennyien élnek szegénysorban, ennyien éheznek, és ennyi embernek nincsen munkája. Múlt héten olvastam az egyik legolvasottabb hírportálon egy cikket, aminek az volt a címe, hogy Budapest virágzik, a vidék elbukott. Én úgy vélem, ha lehet, akkor még egy célt meg kellene fogalmazni, ami mellett ennek a menetnek le kellene tennie a voksát, és ami mellett ez a menet demonstrálhat. Ez pedig az, hogy a vidék egyáltalán nem kíván elbukni. A vidék élni akar. Köszönöm szépen! Szeretném megkérni Kerencei Róbertet, a közmunka és munka bloggerét és íróját, hogy a közmunkások nevében szóljon néhány szót a menet tagjaihoz és az egybegyűltekhez. Robert, tessék! Köszönöm szépen! Hát én leírtam magamnak pár gondolatot, ezt elmondanám. De először is köszöntöm mindenkit, akit megjelent ezen a rendezvényen. A nevemet az Attila már megemlítette, így bemutatkoznom nem szükséges. Hát térjünk a lényegre. Ma Magyarországon sok ezer munkahely hiányzik. Ez a megállapítás Kaposvár városára is igaz. Ma ebben a városban nincs jövőképe a fiataloknak, mert nincsenek munkahelyek, és a helyi közfoglalkoztatás is csak kevés számban jelenik meg a város közintézményeiben. 2010-ben még mintegy 1000 fő közcélú munkás volt jelen a munkaerőpiacon a városban, mint közcélú dolgozó. Ma pedig 2013-ban e csoport várható létszáma mindösszesen 197 főre lesz tehető. Hol vannak a munkahelyek? Mi a lehetséges jövőkép a kaposváriaknak és a somogyi embereknek? E kérdés időszerű, ahogy az is, hogy a jobboldali kormányzat ne csorbítsa tovább a megélhetéshez kapcsolódó jogokat, legyen az anyagi, vagy éppen más jellegű juttatás. 2010-ben az MSZP által korábban elindított Óta munkavilágába program keretében egy álláskereső, aki nem tudott elhelyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon, jobb esetben közcélú dolgozóként, amely ma egyenlő a közmunkával, vállalhatott munkát napi 8 órában 12 hónapig.
Sajnos 2011-ben a Fidesz átalakította a közmunka világát, kezdetben csak napi 4 órás, napjainkban jobb esetben 6-8 órás napi foglalkoztatások vannak. Általánosságban elmondható, hogy a helyi közmunkaprogramok 2-4 hónapig, az országos programok pedig 6-9, jobb esetben tartanak csak 12 hónapig. Az úgynevezett közmunkatörvénnyel és kormányrendelettel napjainkban sérül a közmunkát végzők joga a tekintetben, hogy nem kapnak egyenlő munkáért egyenlő bért. Egy szakképzetlen közmunkás a korábbi 60.250 forint helyett ma mindösszesen csak 49.453 forintot kap készhez, melyből a mai árak mellett megélni nem lehet. A bérek kifizetése a korábbi havi helyett heti rendszerűre változott. Ez nem elfogadható. Mert hátrányok érik a közmunkaprogramokban dolgozókat, mert sok esetben nem időben és nem abban az összegekben történik a bérek kifizetése, melyeket a rendelet és a szabályok előírnak. A Fidesz által meghozott alaptörvény több ponton is sérti az emberek jogait. És több olyan ellentmondás is van, amely az elfogadott alaptörvénnyel szembe megy. Ilyen például az aktív korúak ellátása, amely ma 22.800 forint havonta. Korábban ez az összeg 28.500 forint volt. Halkan jegyzem meg, hogy 2013-ban a mindenkori öregségi nyugdíjminimum továbbra is 28.500 forint. Ma hazánkban 1,5 millióan élnek mélyszegénységben, 4 millióan pedig a létminimum alatt, köztük többen álláskeresők, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, beteg ellátott emberek vagy éppen közmunkások. Sajnos hozzá nem értő emberek dolgoznak a szociális ellátásokhoz fűződő jogszabályokkal, ami a közigazgatáshoz tartozik. Erre jó példa az, hogy az egy háztartásban lévő személyeknek csak egy foglalkoztatást helyettesítő támogatás jár, amely szembe megy az alaptörvényünkkel, mert az kimondja, hogy minden embernek joga van az állam olyan ellátásához, amely az önhibáján kívül bekövetkezett munkahely elvesztés miatt jár. Tehát senkinek nincs köze ahhoz, egyik családtagnak sem, ha én munkanélküli leszek. Csak egy családi létfenntartási minimum határnak lenne, amely kizárhatná, hogy a milliómosok ne kapjanak szociális ellátásokat. De azt, hogy több munkanélküli van egy családban, és azok közül csak egy kaphat rendelkezésre állási támogatást, az teljességgel alaptörvény ellenes. De mivel Magyarországnak ilyen közigazgatási, minisztériumi apparátusa van, így egyértelmű, hogy szakmai hiányosságok miatt ezt nem vették észre, vagy nem is akarták. A közmunkásokat is megkülönböztetik ma Magyarországon, mert számukra nem a mindenkori munkatörvénykönyv az irányadó, hanem a közmunkát szabályozó közmunkatörvény és a béreket szabályozó kormányrendelet. Ez helytelen, mert a közmunka is munka, amely során fontos a programba bevont személyek megbecsülése, útbaigazítása. A közmunkát végzőknek is járnia kellene a munkatörvénykönyve által előírt a jelenlegi közmunkásbérnél magasabb munkabérnek, és a munkavégzés során a közmunkásokat is megilletni a munkaruha és az egyéni védőeszköz mindenhol. Elvárható volna a mai viszonyok között az is, hogy a munkához való egyenlő hozzáférés és jog ne különböztesse meg a munkát végző csoportokat, ne legyen különbség munkás és közmunkás között. Elvárható volna az is, hogy a munkatörvénykönyve és a munkavédelemről munkabiztonságra szóló jogszabályok legyenek az irányadók a közmunkásokra is, sőt jó volna, ha ezeket a szabályokat az illetékesek be is tartanák. A közmunka átalakítása mellett a Fidesz átalakította az álláskeresési járadék folyosításának időtartalmát is. A korábbi 270 napról ezt 90 napra csökkentette. Bebizonyosodott, hogy 1,5-2 év alatt sem igen lehet munkát találni itt Kaposváron, és talán máshol sem. Ma a fiataloknak nincs jövőképe, mert kérdezem én, hogy életcél lehet-e egy a felső oktatásból kikerülő fiatal számára az, hogy közmunka keretében szemétszedésre, árokásásra és utcaseprésre kényszerüljön? A lehetséges válasz az, hogy nem, ez nem lehet életcél. Ezt jól bizonyítja az a nagyszámú elevándorlás, amely mi városunkat, Kaposvárt is jellemzi. De ez máshol is hasonló. Az idős, elesett, beteg embereknek sincs biztosítva az ellátása, ahogy a rászoruló, egészségkárosodott embereknek sem. Hiszen a Fidesz számos olyan törvényt és jogszabályt írt át és hozott,
amely ellehetetleníti a másik hátrányos csoport életét. Ezt jól bizonyítja az elhíresült rokkantsági emberek egészségi állapotának komplex felülvizsgálatát előíró jogszabály, és az, hogy tartósan egészségkárosodott és sok esetben súlyos korral küzdő embereket minősítenek munkaképesnek. Ma Magyarországon a megélhetés drága, az életszínvonal alacsony. A Fidesz által meghozott adó- és áfatörvények csak a tehetősebb rétegnek kedveznek. A Fidesz részéről beharangozott rezsicsökkentése a választási kampány részei, mivel valós megoldást az embereknek, az emberek megélhetésének problémáira csak az adó és járulékok, valamint az igénybe vett termékek és szolgáltatások árában megjelenő áfa csökkentése jelenteni. Még számos dologról lehetne szót ejteni, azonban ami a legfontosabb, a sok megvitatandó probléma mellett az nem más, mint az összefogás. Az összefogás egy ügyért, most éppen a közmunkásokért, a fiatal álláskeresőkért és a hátrányos élethelyzetbe került embertársainkért. Bízva abban, hogy a jelenlévők célja is egyeznek az itt elhangzottakkal, a közmunkások nevében követeli blogunk és érdekvédelmi csoportunk az egyenlő munkabért minden közmunkásnak, az intézményes közfoglalkoztatás újbóli megteremtését Kaposváron és másutt is, továbbá követeljük munkahelyek létesítését, és azt, hogy a város és az ország vegye komolyan más elesett társadalmi csoport problémái mellett a fiatal álláskeresők és a közmunkások ügyét. Köszönöm a figyelmüket! Köszönjük, Robi! Szeretném elmondani a menet tagjainak és a egybegyűlteknek, hogy a somogyi kaposvári menet különlegessége, hogy a menet minden napjáról tudósítani fog Robi a blogján, a közmunka és munka blogon, tehát figyelemmel kísérhető, hogy hol tart a menet, mi történik a menet tagjaival, milyen élmények, milyen hatások érik őket. Szeretném felkérni Harján Dávidot, az MSZP megyei alelnökét, hogy szóljon néhány szót a menet tagjaihoz és az egybegyűltekhez. Kedves barátaim, köszönöm, hogy eljöttetek ma ide, és köszönöm, hogy itt állhatok előttetek, és részt vállalhatok ebben a most már országosság végült akcióban. A tavalyi Borsod megyei éjségmenetet az elkeseredettség és a csalódottság hívta életre. Sajnos, ahogy járom a vidéket és beszélgetek emberekkel, az elkeseredettséggel a mai napig szembesülök. De látok mást is. A reményt és az erősödő hitet. A kormány hiába akar elhitetni az emberekkel, azon belül is a közmunkásokkal, hogy ők másodrendű állampolgárok. Hiába akarja elhitetni, hogy akinek nincs semmije, az annyit is ér. Az emberekben van tartás, és pontosan tudják, hogy legalább ugyanannyit élnek, mint azok, akik azt mondják, hogy 47 ezer forintból meg lehet élni. Pontosan tudják, hogy legalább annyit élnek, mint azok, akik 1 millió új munkáját ígértek, csak azt elfelejtették hozzátenni, hogy az embereket ébrél akarják dolgoztatni, és a lét és a nem lét határán tartani. Mi tudjuk, hogy Magyarország nem rabszolgamunkából fog felépülni. És hiszünk benne, hogy ugyan ma még kevesen vagyunk, és kevesen merik fölemelni a fejüket, de egyre többen leszünk. Tavaly még csak egy éjségmenet indult útjára Borsod megyéből, idén már az ország 12 megyéjéből indulnak el a menetek, hogy a parlament előtt egyesült erővel követeljék a kormánytól. Hogy legyen ugyanannyi a 8-szor a közmunkáért járó bér, mint 2010-ben, vagyis 60.200 forint. Nem kérünk sokat. Követeljük, hogy lehessen választani a havi bérfizetést. Töröljék el a hátrányos megkülönböztetést, ne tegyenek munkás és munkás között különbséget. A közmunkásoknak is járjon az életkor és a gyermekek után járó pótszabadság. Munkát, kenyeret egész évben. Ha nincs más munka lehetőség, egy családból legalább egy ember dolgozhasson napi 8 órában 60.200 forintért egész évben. És dolgozhassanak a fiatalok is, ne kelljen várniuk, azt követeljük, hogyha nincs más munka, az iskola elvégzését követő 4. hónaptól már vállalhassanak közmunkát. Kedves barátaim, tartok tőle, hogy azért nem ez a harc lesz a végső. Nagy út áll még előttünk, és itt nem csak a Budapestig tartó embert próbáló több mint 200 kilométeres zsalogútra gondolok. Az út nehéz lesz, mert nagy a felelősségetek. Nagy felelősség fogja nyomni a vállatokat, mert ti vagytok azok, akik most hordozzátok azt a kis lángot, ami most még csak pisnákol, de hogy haladtok a főváros felé, tapasztalni fogjátok, ahogy több faluban és városban mennyi-mennyi ember fog csatlakozni a menethez, ha csak egy rövidebb út erejéig is. És látni fogjátok azt is, hogy ez a kis láng mekkora tűzé fog lobbanni már Budapesten. Az emberek pedig tapasztalni fogják,
hogy mi nem gyújtogatni akarunk, hanem békésen, de nagyon határozottan utat mutatni Magyarországnak, és reményt adni az embereknek, hogy összefogással igenis képesek vagyunk egy élhetőbb országot felépíteni. Sok erőt és kitartást kívánok mindannyiótoknak. Köszönöm. Lampert Mónikát, Kaposvár, országgyűlés és önkormányzati képviselőjét szeretném kérni. Köszönöm szépen, kedves barátaim, tisztelt hölgyek, urak, szeretettel köszöntöm Önöket, és kívánok nagyon sok erőt és kitartást ehhez a borzasztó komoly vállaláshoz. Akit most elhatározta, hogy részt vesz ebben a menetben, az nagyon sok ember támogatását, szimpátiáját és szolidaritását élvezi, és mi köszönettel tartozunk azért, hogy Önök, hogy ti fölvállaljátok, elvállaljátok, hogy másokért, mások érdekében ezt a nagyon komoly fizikai erőfeszítést megteszitek. Én a kettős minőségben vagyok itt, egyrészt, ahogy Attila is mondta, a Magyar Szocialista Párt politikusaként, másrészt pedig a Kaposvári Nőegyesület elnökeként. A Nők Kaposvárért Egyesület kifejezi szolidaritását és támogatja az elnökségünk határozata alapján ezt a menetet, amit szimbolikusan apróságokkal is kifejeztünk, szőlőcukrot és édességet vettünk a menetnek, hogy fizikailag is kapjatok segítséget ehhez a komoly munkához. Attila mondott még egy gondolatot, hogy a menet céljához csatoljuk hozzá, én is hozzáteszek egyet. Szerintem ez a menet, ez a kormányzati cinizmus ellen is szól. Emlékezzetek vissza arra, amikor tavaly a tálai államtitkár fogadta a menetet, és hólapáttal és közmunkával idézőjelbe fogadta az embereket. Ez olyan cinizmus, amit nem hagyhatunk szó nélkül. De sajnos itt Somogy megyében is van rá példa. Hadd mondjak két nagyon rövid példát. Az egyik, az új feladat finanszírozás az önkormányzatoknál az egyik faluba 1 millió forintot ad közvilágításra. Havonta 125 ezeret fizet a falu a közvilágításért. Hát mi ez, ha nem cinizmus? 12-szer 125 ezer forint, az csak a Fidesznél 1 millió. Vagy mondok egy másikat. A szociális tűzifa akcióban. Az egyik falu 100 köbmétert kért, de még ez is épp, hogy csak elég lett volna valamilyen segítségre. 2 köbmétert kaptak. És ezt a falu visszaküldtem, mert 2 köbméterből nem lehet még egy családnak se segítséget adni. Szóval én azt gondolom, hogy a kormányzati cinizmus ellen is tiltakozik ez az akció. És szocialista politikusként szeretnék szimbolikusan egy ajándékot átnyújtani. Jön az esős idő. Ez egy MSZP emblémás esernyő. Szimbolizálja ez azt, hogy számíthattok a Magyar Szocialista Pártra, hogyha van a kormányzati cinizmus ellen valódi érdemi tiltakozás, akkor én azt gondolom az, hogy ti elmentek és gyalogoltok, az MSZP pedig azzal az erővel, ami neki van, segíti és támogatja ezt. Ha kormányon lesz, akkor azt gondolom, hogy elsőként fog véget vetni ennek a cinikus politikának. Köszönöm szépen. Hol vagy? Ibolya, téged kereste. Ibolya, neked akarod. Köszönöm szépen. Úgy vélem, hogy az eddig elhangzottakból egyértelműen kiderült, hogy mi ellen és mi mellett demonstrál a kaposvári somogyi éhségmenet. Még mielőtt elköszönnénk az éhségmenettől, és útjára bocsátanánk az éhségmenet tagjait, szeretném megkérni Rózsa Krisztiánt, a Kaposvári Egyetem színművész hallgatóját, hogy Erdős Virág versét, a Na most akkor című verset mondja el nekünk. Na most akkor. Mondjátok meg nagy okosok, mi legyen. Ki ne legyen mi közölünk ma holnap, és ki legyen. Ki legeljen penneágyon rozmaringos mellfilét. Ki pecázza kukából a halolagyos kifliét. Kinek legyen friss levegőn tartózkodni ideje. Kinek teljen karcinogén cuccokkal a tüdeje. Ki rágja a Café Picard mascarpone és kvitéjét. Ki mossa a Szent Iványi nagyságoségi bidéjét. Kinek kelljen éjjel-nappal folyton folyvást igyekezni. Kit lehessen kapásból és szemtől szembe lefegezni? Ki ne jusson 5-ről 6-ra? Kinek fusson futópadra, pulára meg balira? Kit vegyenek palira?
Kinek legyen hobbija a népi magyar hagyomány? Kinek jusson másfél bála angol pólya adomány? Kinek bocskor, rámás csizma, ciframente, kacagány? Kinek jusson? Miért is jutna? Szar se jusson, ha cigány. Na most akkor mondjátok meg, nagy okosok, mi legyen. Ki ne legyen mi közölünk ma holnap, és ki legyen? Kirakja ki Kárári márvánnyal a klotyóját? Kinek pakoltassák ki a pénztárnál a motyóját? Kizúzzon ki Rómába, hogy láthassa a piétát? Kinyomassa ezerrel a déli gyümölcs diétát? Ki merengjen el egy régi feudális szokáson? Kitérjenek állítólag kisebb bolti lopáson? Kinek legyen ad absurdum le reklamálni mersze? Ki merjen a jogaiért kiállni? Na persze. Kinek legyen dilia a kuszkusz meg a falafel? Ki próbálja meg nem feladni, végül mégis adja fel. Na most akkor mondjátok meg, nagy okosok, mi legyen. Kinek, kinne legyen mi közölünk ma holnap, és ki legyen? Ki költözzön proli szaktól fuldokolva Budára? Ki költse egy komplett pesti panel árát Dudára? Ki ápolja klinikán az egészséges körmét? Ki válasszon rövid utat, ki pedig a görbét? Ki lásson a Hun West Travel irodával világot? Ki álmodjon zöld fű közé piros, fehér virágot? Ki ültessen minden kertbe törpe mellé tuját is? Ki adja az ártatlant, de hogyha kell, a buját is? Ki rendeljen ülőbútort magának a neten? Kik lakjanak egyetlen félszobába heten? Na? Most akkor mondjátok meg, nagy okosok. Mi legyen? Ki ne legyen mi közölünk ma holnap? És ki legyen? Ki utazzon még a világ végére is kocsival? Ki tudjon le minden bajt egy odavetett bocsival? Ki vegye a nyakába egy papucsér a plázát? Kinek vigye el a bank a vakolatlan házát? Kinek legyen párnája a húgyos, sáros aszfalt? Ki foglaljon négy személyre ablak mellé asztalt? Kinek legyen jelszava a részvét és a szeretet? Kinek kelljen beszerezni tüdőszűrő leletet? Ki kerüljön révületbe Csaba testvér szent szavától? Ki kelljen ki magában egy utastársa test szagától? Na most akkor mondjátok meg, nagy okosok, mi legyen? Hát ki ne legyen mi közölünk ma holnap, és ki legyen? Ki járkáljon háztartási javallatra botoxra? Kit vigyenek akarata ellenére detoxra? Kinek kelljen másnap délig étlen szomjan kibírni? Kit lenne szép most azonnal puszta kézzel kinyírni? Kinek hozom télepocska sárga rézzel teli zsákot? Ki hordja ki lábon, hol a tüdőbuszit, hol a rákot? Kinek legyen igénye a könyvre meg a mozira? Ki próbáljon belógni egy kultúráltabb slozira? Kinek kelljen nap mint nap a vágóhídig blitzelni? Kinek legyen láthatólag kedve most viccelni? Na most akkor mondjátok meg, hogy akkor sok mi legyen. Ki ne legyen mi közölünk ma holnap, és ki legyen? Kinek legyen névre szóló szekrénye a gelásban? Ki aludjon álmában egy jó kis fűtött garázsban? Ki nevezze kommunista fertőnek a dagályt? Kinek sértse már a puszta létezése szabályt? Ki akarja hóban, fagyban kivárni a sorát? Kinek kelljen teleszájjal dicsérni a borát? Ki hurcolja fel alá az intes páros batyuját? Ki átkozza el a saját sose látott anyuját? Ki feküdjön hol itt, hol ott, mint a kilőtt állat? Kirándítson halattában a szemlesütve vállat. Na most akkor mondjátok meg, nagy okosok, mi legyen. Ki ne legyen mi közölünk ma holnap, és ki legyen? Ki csinálja új kecóját trendire és takarosra? Ki próbáljon minden áron bejutni a papadosra? Ki dosoljon François Voyer konyakot a kivire? Ki gondoljon tehetetlen haraggal a gyivire? Ki tegye le egyik percről a másikra a piát? Ki lomizzon kis biciklit, dínókat, meg törpöket? Ki ugassa le az undok játszótéri kölköket? Ki lássa a sajátját a más ölében csicsikálni? Ki próbálja magát minden karácsonykor kicsinálni? Na most akkor mondjátok meg, nagy okosok, mi legyen. Ki ne legyen mi közülünk ma holnap, és ki legyen? Kinek legyen tiszta sor, hogy a haladás, vagy a haza? Kinek legyen úgy, hogy többé ne mehessen haza? Kit várjon a boldogság kék tengerén egy bárka? Kit viszont a Václátóti köztemető árka? Kinek jusson éppen elég hely az Isten tenyerén, Budafokon, Budaligeten és Mátra telenyén, Békésbe és Hevesbe?
és kimenjen a levesbe. Köszönöm szépen. Ezekkel a szavakkal indítjuk útjára az ország egyik legszegényebb megyéjéből az érségmenetet Budapestre. Vigyázzatok magatokra, fontosak vagytok nekünk, és fontosak azok a célok, amiket képviseltek az egész ország számára. Köszönöm mindenkinek, hogy elfogadta a meghívásunkat, hogy elfogadta a közmunkás szakszervezet felhívását, és eljött ma, hogy elindítsa innen Kaposváról a Somogyi érségmenetet Budapestre. Köszönöm szépen mindenkinek! Egy nagy tapssal indítsuk útjára a menetet. Szolgálati közleményem lenne, mindenkinek kötelező a menetbe láthatósági mellényt viselni, de van itten a parkolóban egy fehér Renault kisbusz, onnan ki tudjuk osztani mindenkinek a mellényt. Arra kérlek titeket, hogy menjünk le oda, és akkor húzzuk fel.